Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Jótékonysági futás, megbozdult a Szivárvány óvoda apraja nagyja. Sporttörténeti vetélkedő, Buzánszky Jenőről nevezték el az országos megmérettetést. Elkezdődött az advent Dombóváron is, meggyújtották az első gyertyát a koszorún. Székely Est, bukovinai származású író volt a Székely kör vendége. A Dombóvári Szivárvány óvoda szülői közösségének csoportja első alkalommal rendezett jótékonysági futást a játékok bővítésére és az óvoda feltételeinek javítása érdekében. A célba érkezőket érem, sütemény és meleg tea várta, és egy közös éneklés zárta a hagyományteremtő rendezvényt. Mici Mackó csupra várta a Dombóvári Szivárvány óvodába érkezőket, mely ezúttal nem mézet fejtett, csupán egy jótékonysági akció kelléke volt. A hűves őszi idő nem ijesztette meg a gyerekeket és szüleiket, sokan vettek részt az idén életre hívott eseményen, ami a szabad levegőn zajlott. Ebben az évben egy nagyon lelkes és aktív szülői csapat alakult itt a Szivárvány óvodában, és az ő kezdeményezésükre jött létre ez a program, ez az első Mici Mackó jótékonysági futás és gyaloglás néven, ami egyrészt azért jött létre, hogy a szülők egy kicsit összekovácsolódjanak, megismerjék egymást, és nem mellesleg azért is, hogy az óvoda játékvár alapítványának a bevételét egy kicsit gyarapítsuk, hiszen ez egy jótékonysági családi rendezvény, és a befolyt összeg majd a gyerekekre fordítódik vissza. Nagyon nagy előkészületekben voltunk, és ebben a szülők is, a szülői szervezet és az óvoda összes dolgozója maximálisan kivette a részét. Úgy fog alakulni a program, hogy egy nagyon jó kis bemelegítés után, amit Cirher Kitti fog a gyerekekkel elvégezni, teszünk az óvoda körül egy futást, illetve aki szeretne gyalogolni, akkor gyalog, tehát egy kényelmes sétával is megteheti a távot, hiszen itt most nem az a lényeg, hogy versenyezzünk, hanem az, hogy együtt legyünk és jól érezzük magunkat. Aztán pedig egy kis finomság, eszemiszom várja a gyerekeket, és egy kis érmet is fognak meglepetésként kapni. Egy nagyon kedves és aranyos ügyes szülőnk, ügyes kezű szülőnk készített egy Mici Mackó csuprot. Lesz egy Mici Mackónk is, és a Mici Mackó csuprába lehet majd elhelyezni a jótékonysági összegeket. A Dombóvári Szivárvány óvodában 6 csoport működik 158 gyerekkel, így lesz majd kikre költeni a jótékonysági akcióból befolyt összeget. Az intézményben mozgalmasak a hétköznapok. Mi bázisintézmény vagyunk, oktatási hivatal bázisintézménye, zöld bázisintézmény, úgyhogy nagyon-nagyon sok látogatónk van, és megszokták már ezt a gyerekek, hogy egy aktív, zajos élet zajlik itt az óvodában, egy tevékeny élet. A szülői közösség azért választotta Mici Mackó személyét az esemény névadójának, mivel őt kicsik és nagyok egyaránt kedvelik. A szervezet törekszik rá, hogy olyan közösség összekovácsoló erővel bíró rendezvényeket szervezzenek a jövőben, ahol mindenki jól érezheti magát. Azért rendeztük a rendezvényünket, hogy legyen egy olyan délután, ami hál' Istennek nagyon jó időt is kaptunk, amikor a szülők és a gyerekek együtt tudnak a szabad levegőn egy jót mozogni, és így próbáljuk egy kicsit jobban összehozni a közösséget. Ugye eddig ez nem nagyon lehetett a vírus időszakban, és ezt most megtehetjük, és ki is használjuk ezt a lehetőséget. Természetesen az egészség központ a cél, és ezt szerintem mindig jó a friss levegőn egy közös mozgás, és hát mi jobb erre, mint a futás. Gyaloglás, kettőt egybe vonva, kis Mici Mackóval, szerintem a gyerekek és a szülők is egyaránt fogják ugyanúgy élvezni. Természetesen vannak céljaink, megpróbálunk egy olyan közösséget létrehozni, ahol közös programokon tudunk majd részt venni, és ezáltal még jobb kis kohéziót alakítunk majd ki. A gyerekek izgatottan várták a szülőkkel és kis óvodástársaikkal közösen eltöltött délután, amiről előtte természetesen beszélgettek velük. Nagyon várják, van egy pici és van egy nagyobb gyermeke, mind a kettő ugyan élvezettel várja már, hogy mi lesz ezen a futáson, és hát a Mici Mackó ugye a központ nekik is. Az első jótékonysági futást egy közös bemelegítéssel kezdte a Szivárvány óvoda apraja nagyja. Mozdulj és előre! A
Az egész testet átmozgató bemelegítésben mindenki részt vett, aki úgy gondolta, hogy a nemes cél mögé áll. A gyerekek boldogan teljesítették a feladatokat, hogy izmaik átmozgatása után Bici Mackó vezetésével elindulhasson a lelkes csapat. A távot teljesítőket éremmel, süteménnyel és hűvös őszi időre való tekintettel, meleg tálával várták a szervezők. Az ország több iskolájának is felkeltette az érdeklődését a dombóvári I. és Gyula gimnázium kezdeményezése. Az intézményben első alkalommal hirdették meg a Buzánszky Jenő országos sporttörténeti versenyt, melyre 5-től 12. évfolyamig várták a jelentkezőket. A rendezvényre 12 iskolából 30 diák érkezett. Bebizonyosodott, hogy a sporttörténelem ismerete nem korhoz kötött. Országos versenyt hirdetett a dombóvári I. és Gyula gimnázium. A versenyzőknek sporttörténeti kérdésekben kellett otthon lenniük. Ez az ötlet és ez a verseny mindenkinek szól, aki szereti a sportot. Minden kedves diákot szerettünk volna Magyarországon megszólítani. A kategória az nyitott olyan szempontból, hogy 5-esektől 12-ig terjednek a versenyzők. Ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy a saját tanári gyakorlatomban úgy tapasztaltam, hogy egyáltalán nem a kortól függ az, hogy ki mennyire lelkes és ki mennyire okos. Itt vannak olyan 5-es kisgyerekek, akik a verseny fél idejében nagyon is az élmezőnyhöz tartoznak. És hát külön örömömre szolgál, hogy szerveztünk már hasonló témában Dombováron versengés, de csak dombovári iskolák számára, és most az ország minden tájáról érkeztek a gyerekek. 12 iskola, 30 versenyzője van itt ma, többek között a Nyíregyházi gimnáziumból, Egyházi gimnáziumból, Evangélikus gimnáziumból, Monori gimnáziumból, Szombathelyi Nagy Lajos gimnáziumból, Kispestről egy általános iskolából, Pécsről, Balatonfűzfőről érkeztek a vidékiek, és majdnem mindegyik dombovári iskola is képviselteti magát. Tervem és az álmom az, mint megálmodónak vagy ötletgazdának, hogy nem sokára a városunk ünnepli Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulóját. Addigra szeretnénk ezt a versenyt annyira bejáratni, hogy akár még többen legyenek, akár több kategóriában is, és ehhez komoly támogatást kaptunk a város önkormányzatát, a személyesen Pintér Szilárd polgármester úrnak is köszönöm a anyagi hozzájárulását, és talán azt még elszabad mondani, hogy a Tamási tankerület igazgatója Csike Tamás úr is támogatta ezt a rendezvényt, illetve voltak olyan dombovári kedves szülők, adományozók, akik szintén hozzájárultak a verseny sikeréhez. Az első Buzánszky Jenő országos sporttörténeti versenyt már több olyan vetélkedés előzte meg, ahol a 49-szeres magyar válogatott labdarúgó munkásságán volt a hangsúly. Volt egy nagyobb szabású, amelyik Európai Uniós támogatásból valósult meg 2 évvel ezelőtt, és 2 kisebb szabású már, ami a tananyagot illeti, mert a tananyag most szerintem minden idők legnehezebb tananyaga, de ezt is sokan vállalták, hogy fölkészülnek rá. Témakörök vannak. A témakörök részben Jenő bácsi életrajzához kapcsolódnak, az ő személyes életrajzi kérdései, részt vett az 52-es Helsinki olimpián és az 54-es labdarúgó világbajnokságon, erre vonatkoznak írásbeli és szóbeli témák, és hát a gyerekek ismerik a mai sportolókat, talán őket ismerik a legjobban, ezért úgy gondoltam, hogy a tokiói olimpia magyar sikerei legyenek a 4. témakör. Van egy írásbeli tesztfeladat, van egy szóbeli forduló, aminek most tartunk a fél idejébe, és a végén lesz egy extra forduló, amit a Dombovári Gimnázium által elhíresített gyomógombos berendezéssel fogunk megoldani, ahol nem csak tudni kell, hanem nagyon gyorsan kell tudni, mert akinek ég a lámpája, azt fog válaszolni. Értékes könyvjutalmakat kapnak a versenyzők, szeretném hangsúlyozni a felkészítők is, mert szeretnénk őket is jutalmazni. Teljes ellátást tudtunk az adományozóknak köszönhetően biztosítani, és hát nem utolsó sorban egy sportversenyhez érmek is illenek, tehát a felkészítők és a versenyzők érmeket is fognak kapni. A zsűri elnöke örömmel fogadta el a felkérést, mint mondja, mindig örömmel jön Dombovárra. Nekem nagy öröm az, hogy rengeteg ilyen gyerek van, aki érdeklődik a sport iránt, az olimpia iránt, de ehhez kellenek ilyen elkötelezett emberek, mint dr. Szenyéri Zoltán is. És itt látszik a csapatok felkészítőin is, mert ők általában ott vannak más hasonló jellegű, általunk rendezett vetélkedőkön is, illetve láttam a múlt héten, hogy a labdarúgó vetélkedőn is nagyon jól szerepeltek, például igazgató úr csapatai. Nekem pedig azért is újszerű, mert magam is szoktam vezetni ilyeneket, és most a másik oldalra kerültem, de nagyon élvezetes, és látszik, hogy a igazgató úr is begyűjtötte azokat a tapasztalatokat, amik voltak régebben is, illetve újszerű dolgokat is kitalált,
és a gyerekek is legjobban várják majd itt a nyomógombos feladatot, mert ugye az egy kicsit változatosabb, izgalmasabb. Öttagú zsűri felügyelte a verseny tisztaságát. A korosztályban különböző versenyzők zöme fiú volt, de voltak vállalkozó szellemű lányok is, akik ezt egyáltalán nem érezték hátránynak. Inkább a csapatversenyeket szeretem, tehát hogy mikor így összefog a csapat, de egyébként az egyéni sem rossz. Tehát, hogy jó úgy. Hát, hogy látszik az, hogy azért tanultam. Nagyon régóta érdekel a sport, úgyhogy ezért is jöttem el erre a versenyre. Úgy igazából a foci a kedvenc sportágam, de az összeset szívesen megnézem, és 9-ben szerepeltem az iskolával, és az iskolában ennek nagy hagyománya van, amikor még a szellemi diákolimpiát, Mezőferenc szellemi diákolimpiát rendezték. Ott szerepeltünk, országos döntőbe is eljutottunk. Sajnos a Covid ezt megakadályozta, de nagyon örülünk, hogy itt Dombóváron rendeznek most egy hasonló versenyt. Úgy gondoltuk, kipróbáljuk milyen. A többfordulós verseny utolsó és legizgalmasabb feladata a nyomógombos játék volt, ahol a mezőny egyik legifjabb játékosa bizonyította, hogy a sporttörténelem ismerete valóban nem korhoz kötött. Apukám is nagyon szerette a sportot, én mindig nézem a sportot, és nagyon szerettem már kiskorom óta. Minden nap készültem nagyon sokat. Hát apukám nagyon sokat segített, ő nagyon jó ebből. A fiatal pécsi versenyző zárt az élen az első Buzánszky Jenő országos sporttörténeti versenyen Dombóváron. Elkezdődött az advent Dombóváron is. A művelődési ház előtti téren ünnepi műsorral nyitották meg a karácsonyi várakozás időszakát, melyen a Tolna megyei szakképzési centrum, Apácai Csere János Technikum és Kollégium, valamint a Tamási Egymi, Móra Ferenc általános iskola tanulói szerepeltek. A polgármester és az alpolgármesterek gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját, a dombóvári plébános pedig ünnepi köszöntőt mondott. Mostantól elkezdődtek a hajnali szentmisék, a roráték is. Ünnepi hangulatban díszekbe öltözve nyílt meg az advent Dombóvár belvárosában a művelődési ház előtti téren. Az árusok portékájukat kínálták, a színpadon pedig ünnepi műsor kezdődött. Sokan kíváncsiak voltak az idei adventi hangulatra is. Nekem az ünnepet jelenti, hogy közeledik a karácsony. A szeretet ünnepe, én nekem ezt jelenti. Én már úgy készülettem, hogy ma itt volt már a dédunokám, aki ugye nem itt lakik, és ennek már egy kis ünnepi hangulata volt, és ez nagyon jól esett, úgyhogy nekem ez már úgy elő ünnep. Igyekszik itt lenni minden évben ez a várakozás, a megváltó várás. Én vallásos ember vagyok, és elsődlegesen ez a cél. Lelkileg felkészülni, és elköszönni és várni Jézus megszületését, ezt az ünnepet, a szeretetet a családban, unokákkal, gyerekekkel. Ez a legszebb. Kellemesen érjük meg, már nagyon várjuk a picik miatt főleg. Ők már nagyon várják. Az adventi koszorút készítjük, kicsit diszeket készítünk, már ablakdiszeket föltesszük lassan-lassan, aztán ennyi. Hegedűs János, római katolikus plébános ünnepi megnyitójában többek között a nehéz időkben való összefogásra, az egymással való megbékélésre, a karácsonyi várakozás örömére hívta fel a figyelmet. Szerinte a hívek a közvélemény az adventet előkarácsonyként éli meg, ugyanakkor az egyház körében az advent mégis az elcsendesedés időszaka. Nem szabad elfelejtenünk, hogy bűnbánati idő, amelyre a lila szín is, a liturgiának a lila színe emlékeztet. Ez a bűnbánat nem azt jelenti, hogy állandóan ostorozni kellene magunkat, főként az adventi időben bűneink, gyengeségeink miatt. Pusztán arra hívja fel a figyelmünket, hogy az ember minden jó akaratú törekvése, jó szándéka mellett, a szeretet melletti döntésünk mellett mindig ott van a kísértés, amely rosszra is hajlani képes, természetünkből fakad. És ezért ilyenkor az adventi időben, épp úgy, mint húsvét előtt nagybőjtben, elcsendesedve, bűnbánattal, egy kicsit lélekben, lelkiekben építkezve próbálunk meg készülni nem csak a közelgő ünnepre, karácsony ünnepére, hanem az Úr érkezésének befogadására, hogy az Úrral való kapcsolatot egyre mélyebben meg tudjuk élni mindennapjainkban. Adventkor a hívő közösségek életében is felgyorsul az idő. Túl a hagyományos szertartásokon, a rorátékon, az adventi hajnali szentmisékeken, aztán a gyertyagyújtásokon,
nagyon sok program van, amely megpróbálja tartalommal, lelki tartalommal is megtölteni az adventet a hívő közösségekben. Most ugye a következő héten Mikulás ünnepére készülünk, és a gyermekeket szeretnénk majd meglepni, megajándékozni, ahogy ezt minden évben hagyományosan szoktuk. Aztán a Caritas is készül, hogy a rászorulók megsegítésére a szeretet konkrét tetteivel próbáljon örömet szerezni a közelgő ünnepekben. Lesznek játszóházak, amelyekben ajándékokat készítünk, illetve a gyermekek, családok részére is próbálunk segíteni a lelki felkészülésben, és egyéb ima közösségek, összejövetelek is lesznek, amelyek szintén tartalommal igyekeznek megtölteni az adventi időt. Pintér Szilárd polgármester, Németh Tímea és Kerényi Zsolt alpolgármesterek a mintegy 2 méter átmérőjű felfüggesztett adventi koszorú mécsesébe helyezett első gyertyát közösen gyújtották meg. A polgármester örül, hogy az energiaválsággal kapcsolatos nehézségek ellenére mégis sikerül megtartani az adventi ünnepet Dombóváron. Ez az év a pandémia után meghozott energiaválságot, amely megszorításokkal járt. Mindezek ellenére november elején úgy döntöttünk, hogy mégiscsak megpróbálunk valami karácsonyi hangulatot teremteni, és örömteli számomra, hogy ma ennyi emberrel együtt gyújtottuk meg az első gyertyát. Nyilván a keresztények életében ez egy nagyon fontos ünnep, és látom és hiszem, hogy a dombováriak is újra értékelték, és egyre többen leszünk majd vasárnaponként, hiszen azt gondolom, hogy az összefogásra mindig az életünk során nagyon nagy szükség volt, de az előttünk álló nehéz időszak nagyon nagy kívást tesz mindenki életébe, és azt gondolom, hogy összefogás nélkül nagyon nehezen fogjuk átvészelni ezt az időszakot. A nehézségek ellenére hétvégeken karácsonyi vásár várja a dombováriakat és az ide látogatókat. Minden péntek, szombat és vasárnap este kinyit a karácsonyi vásár 5 órakor. A péntek az a retro jegyébe telik, ott egy középkorosztálytól felfelé korosztályt kívánunk megszólítani, pezsgő szombat a fiataloké, és azt gondolom, hogy a vasárnap az állított legyen mindenkié, és kortalanul várunk ide mindenkit. Ezt követően december 31-én a hagyományoknak megfelelően szilveszteri futással kezdünk, majd pedig a családi szilveszterre folytatódik az évvégének az elbúcsúztatása. Erre minden évben 1000 ember, vagy azt meghaladóan érkezik, hiszen a városban évente egyszer lövünk tűzijátékot, az pedig december 31-én 18 órakor, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki részese lessen az új búcsúztatónak Dombováron. A művelődési ház előtti téren ünnepi műsorral nyitották meg a karácsonyi várakozás időszakát Dombováron. Közreműködtek a Tolna megyei SC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium, valamint a Tamási Egymi Móra Ferenc Általános Iskola tanulói. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága Tamási Áron emlékévet hirdetett a székely magyar író születésének 125. évfordulója alkalmából. A rendezvénysorozathoz a dombóvári székelykör is csatlakozott. Nyár óta számos székely magyar író munkássága elevenedett meg rendezvényeiken. Ezúttal egy trilógia kapott helyet az irodalmi esten, melyet Gáspár Klára vetett papírra. A dombóvári székelykör a miniszterelnökség által meghirdetett Tamási Áron emlékéhez csatlakozva már több egyére várta az érdeklődőket az irodalmi programsorozat keretében megrendezett estre. A cél, hogy megelevenedjen az erdélyi székely írók életútja, munkássága. Ezúttal a bukovinai származású írónő Gáspár Klára volt a vendég, aki a Székely Sors trilógiájával érkezett Dombóvárra. Az ötlet onnan jött, hogy édesapámnak akartam örömet szerezni, aki Bukovinából származó székely, kint született még, és semmi egyéb hátsó gondolatom nem volt, nem gondoltam megjelentetésre sem, csak egyszerűen az apukámnak örömet szerezni. Hát aztán egyre többen olvasták ezt a kéziratot, és mikor már olyan 30-40 emberrel olvasta, és mindenki azt mondta, hogy nagyon jó, akkor egy kicsit felbuzdultam ezen, és nekiálltam a kiadásnak. Mikor az első kötet megjelent, addigra már a másodikat is megírtam tulajdonképpen, úgyhogy szerzői kiadásban van ez, tehát az én költségemre történt a megjelentetés, úgyhogy vártam egy évet, mire újra megtehettem azt, hogy a kiadással foglalkozzak, és azt követően jelent meg a második kötet.
Majd ezt követte a Székely vér címet viselő harmadik kötet, melyre 2 évet kellett várnia az olvasóknak. Vannak ilyen félig kész írások, nem ilyen témában, mert sokan hiányolják, hogy egy kicsit befejezetlennek tűnik ez a trilógia, de nem akarom ezt folytatni. Ennek a lezárása az, hogy újra úton vannak, aztán mennek valamerre. Tehát az egész egy utazás tulajdonképpen, egy olyan családról szól, a nagyszüleimről, akik 5 országon keresztül vándorolnak a trilógia 3 részében. A rengeteget mesélt apukám, hát olyan különös érzés nem volt, én inkább úgy lelkes voltam, hogy majd az ő reakcióját szeretném látni, és hát el kell mondanom, hogy sírva fakadt. Tehát amikor meglátta, akkor is sírt, amikor elolvasta, akkor is sírt, úgyhogy nagy örömet szereztem ezzel az apukámnak. Nagyon jó a visszajelzés, én boldog vagyok, legtöbbször nagyon jó kritikák jelennek meg. Egyetlen egy kifogás, hogy nem használom a székely nyelvezetet, ezt több helyen olvastam, valóban igazuk van, de hát én nem beszélem. Úgyhogy a 3. kötetben már próbáltam azért utána olvasgatni, hogyha legalább a székely körbe van, akkor néhány jellegzetes kifejezést beletegyek, de én egész életemben ezt nem hallottam, mert nem olyan körbe nőttem fel. A székely nyelvezet hiányának ellenére örömmel forgatják a könyvet a székely gyökerekkel rendelkező olvasók. A székelyek nagyon szeretik. Hát ugye a címe eleve vonzó, tehát egy könyvbemutatóra nagy részt olyan emberek jönnek el, akiknek valamilyen kötődésük van a székelységhez. Mert hát a cím alapján feltételezik, hogy arról szól, vagy már eleve úgy jönnek oda, hogy megvásárolták a könyvet és ismerik, vagy a könyvbemutatónak a célja az is, hogy megismerjék, illetve kedvet kapjanak ennek a megismeréséhez. Nyilván a könyvből való történéseket, ahogy Fodor Zsóka művésznő előadja, még vonzóbbá teszi az, hogy kedvet kapnak a könyvvel olvasására. Az este folyamán számos részletet hallhattak a trilógiából a megjelentek. Örülök, kedveském, hogy megismertelek. Gondolta, hogy a fiam valami csodaszép lánkát választott magának, hát nem is tévedtem. Engem szólítsál csak Bori néninek, mondta. Mivel mindez magyarul zajlott, Zoltán újra fordításba kezdett, majd édesanyjához fordult. Édesanyám, Lizi nem ért magyarul. Jó, jó. Hiál Bori néninek. Ismételte meg szótagolva, és ezúttal hangosabban. Az ismert színésznő maga ajánlotta fel, hogy örömmel venne részt a könyvet bemutató esteken. Mindenképpen azért tudom ajánlani ezt a 3 kötetet, mert egy este el lehet egy kötetet olvasni. Roppant olvasmányos, és itt az este folyamán elmondtam, hogy én úgy ismerkedtem meg az első kötettel, mert akkor még a másik 2 nem volt megírva, hogy nekiültem, gondoltam, olvasok valamennyit belőle, aztán félreteszem, na, az nem sikerült. Egy ültőhelyembe kiolvastam, és ugyanúgy jártam a másik 2 kötettel is, úgyhogy ez egy nagyon olvasmányos, kellemes trilógia. Mennyi vándorlás, mennyi hányattatás után érkeztek meg a bukovinai székelyek, hány országon keresztül, és óhatatlanul azért is érdemes elolvasni ezt a könyvet, mert sajnos ez a téma, ha nem is bukovinai székelyekkel, de nagyon sok néppel előfordul, hogy elindul, és ki tudja, hogy hová jut, ki tudja, hogy sikerül-e eljutnia valahová, mert ahonnan vagy elküldték, vagy kénytelen elmenni, vagy a vágya hajtja, vagy a kalandvágy. Úgyhogy ebben a könyvben nem csak a bukovinai székelyek vándorlása van, hanem az egész világé. A való élet egy család hányatott sorsa, amivel szembesül az olvasó. A trilógia köteteiben számos kedves történet elevenedik meg a múltból. Nem tudnék kiemelni egyet sem, de amikor felolvasok egy-egy részletet, akkor igen, ismerősen cseng az elvtársnőnek a személye,
amit ha én remélem a Klári Áron könyvéből valaki egy tévéjátékot csinál, amit szívesen eljátszanék, mert olvasmányaimból, meg hallott történetekből ezek az elvtársnők piszok kegyetlenek és műveletlenek tudtak lenni, de pártpolitikailag megbízhatóak, magas pozícióba kerültek, amihez természetesen nem mindegyik értett, de a hatalmat gyakorolni, minél kisebb ember nagyobb hatalmat kap a kezébe, annál nagyobb szája van, és annál kegyetlenebb tud lenni, mint tudjuk. A könyvbemutatót egy kötetlen beszélgetés követte a dombóvári Székely körszervezésében zajló irodalmi estem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!